Üdvözlöm nézőinket, friss napszemlét láthatnak, már is mutatjuk a fontosabb témákat. Az épülő úszoda munkálatait, valamint a hamarosan felújításra kerülő jégpályát látogatta meg Dániel Szucsú fejlesztési miniszter. Különleges lepkefa él a Gyergyói medencében, mely súlyosan veszélyeztetett, a környező országokban már kihalt. Elkezdték a próbákat a csalamádi színjátszótáborba beiratkozott gyerekek, szerdán mutatják be a darabot. Városunkban jár Dániel Szucsú fejlesztési miniszter, hogy megtekintse az épülő úszoda munkálatait. A jégpályát is meglátogatta és ígéretet tett, hogy hamarosan ismét eljön, hogy aláírják a létesítmény felújításáról szóló szerződést. Mint ismert, tanúszoda épül a jégpálya szomszédságában. A munkások a vasbeton szerkezet kialakításán dolgoznak jelenleg. A létesítmény egy 25 méter hosszú, 12,5 méter széles úszómedencének ad majd helyet, valamint öltözőknek és egyéb kiszolgáló helyiségeknek. A beruházás értéke közel 8 millió lej, melyet a fejlesztési minisztériumhoz tartozó Országos Beruházási Társaság finanszíroz. A kivitelezési szerződést márciusban írták alá, de a tervezetnél később kezdődött a munka az esős időjárás miatt. A kivitelezőnek 10 hónap áll rendelkezésére, hogy a tanúszodát megépítse. A munkálatokat szerdán személyesen vette szemügyre Dániel Szucsú fejlesztési miniszter. Ugyanakkor a jégpályára is ellátogatott, s azt mondta, nem sokára ismét eljön, hiszen aláírásra kerül a kivitelezési szerződés a műjégpálya felújítására vonatkozóan. În luna aprilie, domnul vicepreședinte și cu domnul deputat au fost la Ministerul Dezvoltării Regionale. Ne-am angajat la niște lucruri care, spre fericirea mea și spre marea mea bucurie, se și întâmplă. Am spus că vom onora promisiunea pentru Gheorgheni, tot ce înseamnă patinoar și bazinul de not. Am spus că voi veni când vor începe lucrările la bazin și sunt aici. Și mai am o promisiune de onorat atunci când licitația va fi adjudecată pentru patinoar, să mă întorc și o să vedeți că am acest obicei de a mă ține de cuvânt și mă voi întoarce atunci când va fi și semnătura pe contractul cu patinoarul, mai ales că e o tradiție foarte importantă la nivel național în ceea ce privește hockey-ul aici la Gheorgheni. A jégpálya felújítására egyébként két cégcsoport jelentkezett a közbeszerzési eljáráson, már folyamatban van a pályázatok ellenőrzése. A tervek szerint komoly felújításon esik majd át a csarnok, a régi hűtőházban pedig edzőtermeket alakítanak ki. Várhatóan a jeges szezon lezárulta után jövő tavasszal kezdhetik el a munkálatokat. A miniszter elmondta azt is, Gyergyószentmiklóson sok más projekt is folyamatban van, melyek kormány támogatással valósulnak meg. Știu că derulăm foarte multe investiții pe PNDL în orașul Gheorgheni. Sper să nu mă înșel, dar cred că media de bani pe cap de locuitor, investiții guvernamentale la Gheorgheni este în primele trei la nivel național, dar o să verific când o să mă întorc la minister și nu pot decât să mă bucur că sunt partenerul acestor oameni foarte harnici din administrația locală. A miniszter Csíkszeredából érkezett, majd Gyergyószentmiklóst követően tovább folytatta Hargita megyei látogatását. 2020. január 1-ére halasztotta a kormány a cigaretta jövedéki adójának emelését. Derül ki az adótörvénykönyv módosításának tervezetéből, amelyet közvitára bocsátott tegnap a pénzügyminisztérium. A tervezet szerint a dohánytermékekre vonatkozó Európai Uniós minimum elérése érdekében szükséges a cigaretta jövedéki adójának további emelése. Jelenleg az 1000 szál cigarettára vetített jövedéki adó 483 lej Romániában. Ezt 503 lej 97-ban-ira növelik január 1-től. Továbbá ez az összeg 563 lej 97-ban-ira emelkedik 2022 végéig. Gyergyószentmiklós közelében él egy lepkefaj, amely már az Európai Unió legnagyobb részén kihaltnak van nyilvánítva. A narancslepke élőhelyét egy kutatócsoport vizsgálta az elmúlt években. A faj megmaradásáért igyekeznek lépéseket tenni. A narancslepke az Európai Unió egyetlen súlyosan veszélyeztetett lepkefaja.
Régebben Kazahsztántól Ausztriáig mindenhol elterjedt volt, de fokozatosan kihalt. Romániából is több helyről eltűnt már, még Kolozsvár melletti területeken, valamint Gyergyószent Miklós és Gyergyószárhegy között a Kürücök völgyében él. A narancslepke Európa számos országából egyszerűen kihalt, eltűnt. És azokban az országokban, ahol eltűnt, tehát már a 70-es, 80-as években tapasztaltak egy hanyatlást, azok felfigyeltek, hogy baj van ezzel a lepkével, és ahogy látszott, tehát nyugatról errefele, keletfele ez a határ szűkült, elhangzott, hogy nem hangzott el, de azt akár elmondom, hogy Németországban 2000, Ausztriában 2001-ben már nem találtak narancslepkét, Magyarországban már 2008-ban nem találtak, mondjam azt, hogy Bulgáriában már a 20. század elején eltűnt, akkor északon, Litvániában már az 1940-es évekből eltűnt, Szlovákiában legalább 15 éve nem tudunk semmit, tehát fokozatosan kihalt. Romániában tudták, hogy van, viszont Romániában is a történelmi elterjedési területen, ott, ahol tudták, hogy van narancslepke, onnan is számos helyről eltűnt. Vannak klasszikus helyek, ahol lepkészek, aktív lepkészek, nagyobb városok mellett ismerték a környéket, ilyen például Brassót, van egy Széke Levente nevű lepkész, aki évtizedeken keresztül tudta, hogy hol van narancslepke, és ő is tapasztalta, hogy sok helyről eltűnt. Ilyen hely volt Kolozsvár környéke, Kolozsvár mellett a kolozsvári bükkerdő környékén volt egy hatalmas állomány, még a 2000-es évek elején is, és egyszerűen szinte egyik napról a másikra eltűnt. Tehát vannak olyan folyamatok, amit mi sem tudunk magyarázni, mert ugye az általános magyarázat az, hogy megváltozott a tájhasználat. Lehet, hogy ez is benne van egyik magyarázata, de akár az is lehet, hogy van egy természetes oka, amit nem ismerünk, tehát ennek a lepkének az areája összeszűkül. Ismerünk már fajokat, amelyek ugyanezt csinálnak, kiterjesztik az arrajájukat, összeszűkül. Lehet, hogy ez a narancslepkével is ez történik, nem tudom, globális felmelegedést is beletesznek a pakliban, hogy talán ez a magyarázó elv, de nem tudjuk pontosan. Ezért kutatjuk a narancslepkét is. Igen, Gyergyó, Szent Miklós és Szárhegy között ismerjük a legnagyobb Románia, és mondhatom most az Európai Unió állományt is. Egy szakemberekből álló csoport 2017 és 2020 között zajló projekt keretében igyekszik felhívni a figyelmet a faj veszélyeztetettségére. Munkájukat a Német Szövetségi Környezetvédelmi Minisztérium tanácsadó segítségnyújtási programja támogatja. Vizauer Csaba már hosszú ideje foglalkozik a lepkefajjal. Én először, mikor a narancslepkével kapcsolatban kerültem, ez 2008-ban volt, vagy azelőtt is, mert már találkoztam narancslepkével a Tordai hasadékban, még az 1990-es évek végén, de 2008-ban szakemberként voltam felkérve, hogy a 2007-ben Romániában létrehozott Natura 2000-es hálózatnak a lepkés részét felülbíráljam, mert 2008-ban Románia és Bulgária számára, tehát ezek két újonnan csatlakozott Európai Uniós állam számára úgynevezett biogeográfiai szemináriumokat szerveztek, aminek az volt a célja, hogy a létrehozott Natura 2000-es területeknek a relevanciáját vizsgálják meg, hogy amit a kormány kijelölt Romániában, lefedi az összes fajnak a védettségét. És a civil szervezetek fel voltak kérve, és a romániai WWF egyik projektjében dolgoztam, hogy az úgynevezett shadow listnek nevezték, hogy mi jöjjünk újabb javaslatokkal, vagy mutassunk rá a román kormány által létrehozott hálózatnak a hiányosságaira, és tegyük meg a javaslatainkat, hogy hol lehetne még kiterjeszteni ezt a hálózatot. Ez volt 2008-ban. 2011-ben a román kormány megint kijelölte egy sor datorakítást, a mi javaslatunkat nem vették figyelemben. 2016-ban aztán történt meg, hogy akkor itt megszületett ez a Natura 2000-es terület. 2009-ben magyarországi szakemberek kerestek meg, hogy Magyarországról eltűnt a narancslepke, úgy hallották, hogy itt Kolozsvár környékén meg talán Gyergyói medencében van. Segíthetek-e nekik, segítenék-e nekik, hogy nézzünk szét. Eljöttek, igen, közösen eljöttünk akkor Gyergyószent Miklósra, és akkor láttam, hogy mekkora állomány van. Azóta én is egy kicsit többet tudtam meg a narancslepkéről, rá összegyűjtöttem az irodalmi adatokat, és rájöttem, hogy tényleg nagyon keveset tudunk. Két nagyobb állomány vagy metapopulációnak nevezzük, ismerünk egyet Kolozsvár környékén, és itt van a Gyergyói medencében. Cserjés napsütötte domboldalakon él a narancslepke, és bár hasonlít a sápránylepkére, több megkülönböztető jegy is van. Évente két vagy néhol három nemzedéke fejlődik ki.
A biológus hangsúlyozta, minél több embernek tudnia kell a narancslepke létezéséről, és arról, hogy a hagyományos tájhasználat segít élőhelyének megőrzésében. Az intenzív legeltetés a cserjeírtás vagy erdősítés miatt élőhelye szűkülhet. A narancslepke a Gyergyói medence egyik különlegessége, ezért fontos erőfeszítéseket tenni megmaradásáért. Görögországba is indulnak repülőgépjáratok Marosvásárhelyről 2020-tól. Peti András, a Transzilvánia repülőtér igazgatója elmondta, az egyik utazási cég már idén be akarta indítani a görögországi járatokat, de csak olyan repülőt találtak, amely éjfélkor szállította volna az utasokat, amely nem lett volna gazdaságos. Hozzátette, a helyzet megoldásán dolgoznak, hogy elfogadható időben legyen járat egy közkedvelt görögországi szigetre. Elkezdték a próbákat a Csalamádi színjátszó táborba beiratkozott gyerekek. Szerdán mutatják be a nagy közönségnek a darabot, amin heteken át dolgoztak. Az iskola, az oktatás a téma ezúttal. Egy hetes csapatépítő jellegű táborozás után a színházba helyezte át tevékenységét a Csalamádi színjátszó tábor csapata. A próba folyamat alatt készül el a teljes produkció. Nem egy kész szövegkönyvvel dolgoznak a fiatalok, hanem maguk alakítják a teljes előadást saját ínyükre. A téma az iskola, az oktatás. Szakmai támogatást a tábor kitalálója és szervezője, Kolozsi Borsos Gábor nyújt az előadáshoz. Ahogy ígértük, az iskolával foglalkozik idén az előadás. Most már egy olyan fázisban vagyunk, ahogy kezd körvonalazódni az előadásnak a képe. Az előadás olyan kép, képekből áll össze, ahogyan jelen pillanatban a valóságot látjuk, vagy a valóság létezik az iskolában, és egy kép, ahogyan mondjuk a diákok képzelik. Természetesen egyik kép sem a teljes valóságot, vagy az elképzelésben nem a teljes elképzelést, hanem mind a kettőnek egy-egy sarkított formáját mutatja meg. Tehát a valóságban mindent egy kicsit eltorzítunk, az elképzelésünkben, hogy hogyan szeretnénk iskolát, abban is természetesen eltorzítjuk azt, hogy mit gondolunk most az iskoláról. Tehát, hogy semmiképpen nem tökéletes valóságot fog tükrözni egyik oldal sem, és közben ezeket a jeleneteket valamilyen fajta reklámok szakítják meg. A kész produkciót szerdán mutatják be Gyergyószent Miklóson, majd Csicsóban és Szárhegyen is lesz előadás. Az előadásnak a gyergyói bemutatója az augusztus 21-én lesz itt a Figura Studio Színház nagy termében. Utána játszunk egy 22-én játszunk egy előadást a Csicsói Művelődési Házban, utána pedig Szárhegyi Művelődési Házban játszunk 23-án, és azzal fejeződik be a tábor. Azt gondolom, hogy ez egy olyan előadás, hogy annak lehet ajánlani, aki iskolába járt, vagy iskolába járni fog, vagy legalábbis valamilyen formában találkozott már tanintézménnyel, és ez valószínűleg gyakorlatilag a 7 éves kortól, ahogy az ember iskolába kerül, onnan egészen élete végéig, mert hogy az emlék megmarad az iskoláról mindenképpen. Tehát elég széles korosztálynak ajánljuk az előadást. Augusztus 21-én este 7 órától kerül sor a bemutatóra, minden nézőt szívesen látnak. Szeptember 12-e és 16-a között kerül sor a gyergyói ifinapokra az ifitéka szervezésében. A szervezési munka már javában zajlik, a csapatok jelentkezését is fogadják már. A 4 napon át zajló eseménysorozaton lesznek kulturális, szórakoztató és sportprogramok. Az előadásokon, koncerteken bárki részt vehet majd. A 18. nemzetközti magyar fotószalont nyitották meg a Kovásznai Művelődési Házban. A Magyar Fotóművészek Világszövetségének pályázatára tavaly 5 ország 118 fotósa több mint 1200 felvétellel nevezett be. A szakmai zsűri ebből 240 alkotást választott ki, a Kovásznai tárlaton pedig egy 45 képből álló válogatás látható. A 18. nemzetközti magyar fotószalon szeptember 12-ig látogatható Kovásznán. Franciaországból, Romániából, Szerbiából, Magyarországról és Szlovákiából érkeztek fotográfiák a Magyar Fotóművészek Világszövetségének pályázatára. Az idén is 4 kategóriában lehetett nevezni. Egy nagyon szép kiállításnak vagyunk szemtanúi, talán eddig a legszebb kiállításnak, a
témának is köszönhetően, ugye a tavaly Mátyás év volt, ez egy téma volt, illetve a trikolor, persze az általános és a vásárolunk témák mellett. Örülök, hogy lassan egy hagyományt teremtettünk itt Kovásznán, már harmadszor vagyunk itt, de ígérem, hogy nem utoljára. A kovásznai tárlaton előtérbe került az a 15 erdélyi fotóművész is, akiknek munkáját díjazta a zsűri. Az alkotók az adott témákat saját művészi elképzelésük, kreativitásuk, látásmódjuk szerint dolgozták fel. Elsősorban a művészeti értéke miatt tetszik nekem ez a kiállítás, tehát mindig nagyon örvendek, hogyha ilyen értékes fotókat látok, és másodszorban pedig azért, mert megmutatja számunkra mindennapi magyar létünk, Kárpát-medencében való létezésünk apró kis örömeit olyan aspektusokból, amire eddig nem gondoltunk volna. A Magyar Fotóművészek Világszövetségének kiemelt célja, hogy hangsúlyozza a magyar identitást és a nemzeti összetartozást, ezért is hirdették meg kifejezőbb néven a pályázatot. A nemzetközit felcserélték nemzetközti fotószalonra, így lett a tárlat a magyar lakta országokban, a Kárpát-medencei régióban egységes értékek nyomán készült képek seregszemléje. Ügyeikkel foglalkozó kormányhivatal felállítását, programjaik állami finanszírozását és parlamenti képviseletet kérnek a székelyföldi románok szervezetei, közölte tegnap az Ager Press hírügynökség. A 27. alkalommal megszervezett Marosfői Nyári Egyetem foglalkozott a számbeli kisebbségben élő, veszélyeztetettnek tekintett székelyföldi román közösségek helyzetével. Idén is megszervezték Korondon az asztali tenisz versenyt a Fazekas vásár keretében. A 7. korondi kupára az ország különböző pontjairól érkeztek résztvevők. A turné nagyon erős mezőnyt sorakoztatott fel, összesen 84 versenyző állt a pingpongasztalokhoz, köztük Gyergyó Szentmiklósiak is. Szombaton délelőtt 9 órakor nyitották meg az asztali tenisz versenyt Korondon a Lőrinc Márton sportcsarnokban. Az ország szinte minden részéről érkeztek asztali teniszezők, hogy összemérjék tudásukat. 2013-ban szerveztünk először ilyen versenyt Korondon. Van egy országos amatőr körverseny, az 2005-2006-ban indult. Minden hétvégén az ország több pontján vannak versenyek. A 4 kategóriában soroljuk most már 1-2 éve a versenyzőket, kezdők, haladók, jobbak és még jobbak. A mai korondi versenyen mindenki egy versenyen játszik, egy nyílt verseny van. 84 játékos érkezett a több megyéből, Arad, Temes, Kolozs, Szeben, Brassó, meg a Székely megyék. A 3 Székely megye, van egy versenyzőnk Bukarestből is. A turni elején 7 fős csoportokban játszottak a benevezettek, mindenki mindenkivel. A verseny 4-es csoportokkal folytatódott egyenes kieséssel. Ez egy elég rangos országos körverseny, egy nagyon jó szervezet. Interneten nyomon követhető pontozási rendszere van, meg rangsora. 4000 valahány versenyző van, ami egyéni sportágnál elég jelentős. De ezt a 84-et is úgy kell elképzelni, hogy vannak jóval kisebb versenyek, de a fejlettség szempontjából vannak 100-200-300 fős versenyek is. Itt most hátunk mögött 12 asztalon zajlik a küzdelem, ezekből 2 a helyi közösségé. A többi asztalt bírelték, tette hozzá a szervező. A korondi turné nagyon erős mezőnyt sorakoztatott fel, még a sóvidéki pingpong kedvelőket is megmozgatta. A szovátai pingpong csapattal érkeztem erre a versenyre, 4-en jöttünk el összesen. 3 már régebb óta játszanak, én vagyok a legfiatalabb, legújabb tagja a csapatnak. És hogy Bence mióta asztali teniszezik, arra is választ kaptunk. Hát versenyszerűen fél éve, így csapat szinten viszont 1 éve. Régebb még játszottam lenne az udvaron többiek elé, de az nem volt ennyire olyan magas szint, még most sem vagyok ott, ahol a többiek, viszont fél éve nagyjából. Játszottál-e már ma? Ma játszottam, igen, sajnos eddig. Nem jöttek annyira az eredmények, nagyon erős ellenfelekkel játszottam, a bajnokság megnyerésére is esélyes emberekkel játszottam, hát kisebb-nagyobb sikerre. Mi a mai cél? A mai cél inkább az, hogy ezeknek a nagyobb tapasztalat rendelkező embereknek a technikájukat, ütéseiket nagyjából átvegyem, megnézem, hogy csinálják, meg hogyha lehet egy-két szettet, akár meccset is nyerek, ha ez lehetséges. Az asztali tenisz verseny este 7:30-kor ért véget, mindhárom helyen Marosvásárhely végzett.
Az első Simon Csaba, a második pedig Moldován Horváth Csaba. Két harmadik helyezést osztottak ki a szervezők, ugyanannyi ponttal végzett Bauer Lajos és Irsa István. Nézzük röviden még egyszer a nap fontosabb témáit. Az épülő úszoda munkálatait, valamint a hamarosan felújításra kerülő jégpályát látogatta meg Dániel Szucsú fejlesztési miniszter. Különleges lepkefa él a Gyergyói medencében, mely súlyosan veszélyeztetett, a környező országokban már kihalt. Elkezdték a próbákat a csalamádi színjátszótáborba beiratkozott gyerekek, szerdán mutatják be a darabot. Most pedig a Fit percek következnek, majd a Hazahúzó című műsort tekinthetik meg, amely által Gyulára és Békés Csabára látogathatnak. Maradjanak a Gyergyó TV-n, ma is érdemes. Viszontlátásra!